2018. május 16-a van. A szerelvény összeállt. Most indulok Vágszent Lászlóra, hogy a motorosokkal felpakoljunk. Az ég felhős, kissé hűvös van, de legalább nem esik. Elhagytam Pécet, Isaszekhez közelítek, és ez alatt a eddig megtett 20 km alatt a második atrocitásért. Az első az volt, amikor a Jászberényi úton elment előttem egy autó. Az agyosülésen ült egy cigány, nem tudom másnak mondani. A kocsi behúzódott a felezővonalhoz, lámpa előtt. Azt várták, hogy majd szépen elmegyek mellettük, de közben a anyósülésen ülő cigány kezében volt egy nagy kólás flakon, amit lengetett, és vagy valakba, vagy hátul akart vele vágni. Csalódott, mert láttam, mit akar, úgyhogy megálltam még a kocsi mögött. Nem mentem melléjük. A másik meg most. Természetesen megint az anyósülésről. Egy dobozos kis terrautó anyósüléséről. Belassítanak mellém, és azt mondja nekem, elnézést, valami kiesett a kosárból. Nincs kosaram. Mi a francia kell így szemétkedni, nem tudom. Impotens barmok vagytok, maga tehetetlen, gépesített genyák. Csak ennyit tudok mondani. Épp itt lesz az ideje elhúzni ebből a genya országból. Tavaly egész nyáron Ausztriában a Plitvicei tavaknál egy osztrák nő ordított rám, hogy asshole. Kettő évvel ezelőtt srácaimmal túráztunk, akkor egy közmunkásokat szállító kis buszból locsoltak le vízzel, majd a flakont az árokba vágták. Mikor elkezdtem biciklizni, akkor történt olyan, hogy egy ifa mellém jött, szintén az anyósülésen ülő mocsok, hatalmasat vágott a ifa ajtajára kívülről. Gondolhatjátok, hogy jó frászt kaptam. Illetve péntek este délutános műszakból hazafelé diszkóba induló társaságból szintén az anyósülésről a nyitott ablaknál ordított rám valaki. A 16. kerületben. Na most, akkor ezt a dolgot meg tudtam hálálni neki, mert amilyen gyorsan csak tudtam, utánuk mentem. És több kilométerrel arrébb lámpát kaptak. Jó, megtöltöttem a számot a kulacsomból vízzel, és beterítettem az ablakon mindenkit, aki ott volt. Remélem, itt és most ez a sorozat véget ér, és nem hergeli senki se áfonyát, mert be tudám pöccenni. Valkó után egy dombocskát megmászva megérkeztem Vágszent Lászlóra. A tervező szerint még 1000 méter a felpakolásnak a helyszíne. Ott a Szent László nevű települések. Jól megmutatta a szerelvény, hogy mennyire tudok vele mászni.
ebben a felállásban még úgysem húztam. Ugye 45 kilométernél tartok a pesti indulás óta, és azt mondom, hogy megkajálva és pihenten teljesíthető lesz az, amit kitűztem magam elé Szardinián. És hozzátartozik az igazsághoz, hogy éjszakás voltam. Fél nyolc körül feküdtem le. Fél tizenegykor már fúrás faragás ébresztett. Hát akkor meg ebből alvás nem lesz. Összepakoltam, még levittem a rack machine-t szervizbe, és elindultam ide Vászent Lászlóra, ahol már a motorosok nyilván javában pakolnak. Na ne, mindenhova, csak egy kis vazelin kell. Május 18-a van, és itt állok, szörnyűködök a kerékpártárolóm előtt, mert ilyen üresnek még nem láttam. Gyakorlatilag egy saját bringám sincs itthon. A mountain bike-omat leadtam fél éves ellenőrzésre. A Scott pedig a csomaggal, ugye az éjszakát már Velencében romantikázta végig, 8 debel a motorkerékpárral. Majd ezt így számon is kérem rajta. Az én sisakom hiányzik egyedül a falról is. Utolsó földi perceimben a repülőre pakolom össze a csomagomat. Hát ugye egy megfelelő méretű táska. Szigorú paraméterek szerint lehet felvinni, hogyha a tetejét összenyomom, akkor ezeknek ez a táska gyakorlatilag mind a három kiterjedésében meg is fog felelni. A kezembe lévő kamerának a táskája a rengeteg memóriakártyával és a Garmin Verphöz tartalék aksival igen elengedhetetlen. Azért tudjuk, hogy hova megyünk. Nem árt, ha az információkért meg a papír alapú térképekért velünk van a felkészülésben szerves szerepet játszó könyv is. Igen, a bringára az elektromos navigáció, egy GPS. Most már csak remélem, hogy az útvonalakat rendben betöltöttem, és a több hónappal ezelőtt belerakott Dél-Európa, illetve külön Szardinia térkép is rendben lesz. Arra az esetre, hogyha a túrakönyvem eltűnik, és a GPS navigációm
befingik, még mindig itt van egy ruha alapú térkép is. Igen, jól látjátok, ez egy lyukkal följebb Korzikát mutatja, de hogyha majd az ujjaimmal tudok zoomolni, meg egy kicsit északra tolni az egészet, akkor ezen a pólón meg fog jelenni Szardínia, és rendesen fogok tudni navigálni. Bringázás közben természetesen. Némi ellátmány, hogyha nem jutnék időben megfelelő élelemhez holnap reggeli olbiai startig, okmányokkal, és igen, jól látjátok, egy fillér nincsen nálam, de ezt hamarosan meg fogom tudni magyarázni, azért tartalék magyar bankót beraktam. Ugye nem gondoljátok, hogy 9 napra ezzel a pénzzel meg bankkártyával fogok elmenni. Ez a sztori tetszeni fog. És a tisztasági, amiben egyetlen egy félelmem az, hogy a kontaktlencse folyadékomat esetleg nem engedik fel a repülőre, de nekem erre így szükségem van. Úgyhogy valahogy majd megpróbáljuk megmagyarázni. Nézzétek, milyen áldozatot hozok miattatok? Tavaly nyári maradék, hogy mindig szépen és frissen tudjak szelfizni az úton, ha hozzá a borotva is megvan. És igen, a törölköző, mert én nem vagyok arról meggyőződve, hogy majd Milánóban a szálláson adnak törölközőt is. De ami egyetlen utazónak sem hiányozhat a kézi podgyászából, hogyha milánói átszállással a szardíniai Olbiába megy, nos, ez az Apollo 17 repülési terve. Egy eredeti repülési terv. A milánói repülőtér szállodájánál át fogom adni Luigi-nak. Ma este 10:30-ra van megbeszélve a találkozó a szálloda recepcióján. Apollo 17 targets another geologically rich area of the moon. NASA wants the last moon mission to be their greatest. Gene Cernan and Harrison Schmitt join an elite fraternity. Only 12 men have landed on the moon. Luigi adja a repülési tervnek a árát, így nekem nem kell pénzt váltanom. Abból a pénzből kényelmesen elleszek Szardínián. Minden reményem szerint majd még azért a nyári nagy túránkra is fog belőle maradni. Egy utolsó szabálysértést még megengedtem magamnak. Köztéri sörözésen veszek részt. Mert hát ugyebár kell egy kis bátorítás. Nagyon remélem, hogy ez az utolsó tévedésem ezen a túrán. Mert itt nem fogok felszállni. Na, keresgéljünk. Megérkeztem, bár nem ezzel, a háta mögött álló másik busszal. Jó nagy tömeg volt, és hiába voltak nyitva az ablakok. Nagyon közel voltam a fülladozáshoz, de aztán elkezdett ürülni a járat, ahogy közeledtünk. Nekem valahol erre kell keresnem majd a többieket. Tizenhét óra, 8 perc. Azt hiszem, nem velük fogok utazni. Találtam még egy helyet, ahol lehetséges lesz összefutni a bandával. De még lehet, hogy kinn is vannak. Közben elszörnyűködtem. Interchange pénzváltó. €250 veszik az eurót, 350-ért adják. Lehet, hogy nekem is pénzt kéne váltani. Kicsit szelidek a verebe?
az édes csőrű anyádat. Azért a villát is használni kéne. Nem? Becsekkolás után mi is feljöttünk itt a mozgó lépcsőn. Azon az üzletem hozott keresztül az út. És most a többiek kajálni szeretnének. Ez a terminálnak a várócsarnoka. Gyerekeimnek mondom, hogy az üzletben nem akartam kamerázni. Megkaptam, hogy mindent vegyek le. Gyerekek is el vannak foglalva. A csapat a Leroyhoz húzott, úgyhogy hű kis kutyaként követem őket. A szürke labirintus. Előbb, ahogy jöttünk a kapuhoz, a Szulák Andreával találkoztunk. Még az is lehet, hogy egyre csinjön velünk. Na hát, nem lesz nehéz majd észrevenni, mert elég jó kedve van, úgy láttam. Teli szájjal röhög. Ja, 20 perces várakozás után elindulunk a géphez. 19:47 van. Szerintem negyed óra múlva mi nem fogunk levegőbe emelkedni. És ha minden jól megy ott az, akkor meg éppen startol egy repcsit. Ezen a betonon se jártam még. Ikes csinálja a naplementét a fejével. Nem is. Napfogyatkozást csinál, nem naplementét. Megkérjük a vízkijáratoknál, tehát az első, a 11. és 26. sorban helyett foglaló utasainkat, hogy szíveskedjen csomagjékkel a csomagtárolóban elhelyezni a felismerteles idejére, szabadon hagyva az ülések alatt ülni. Kérjük elektromos eszközeiket, melyek hálózatos csatlakoztathatóak, állítsák el a vízkijáratokat. Sziasztok! Sziasztok! Nem biztosok benne, hogy én dokumentálok. A szány fölött kaptam helyet. És ablaknál. Nem kellett könyörögni sem, hogy engedjenek ide. Ladies and gentlemen, I would like to inform you that it's a fully booked flight, so please place only the large baggage in the overhead compartments, all the small belongings underneath the seat in front of you. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew and they demonstrate the safety features of this aircraft, so that in the event of an emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove your earphones and use your electronic devices to be able to dedicate full attention.
hölgyeim és uraim, kérem most figyeljenek a légutas kísérőkre, akik bemutatják a repülőgép biztonsági berendezéseit. Ezzel felkészít önöket egy esetleges vészhelyzetre. Fülhallgatóikat ezen idő alatt kérjük, ne használják. Készülékeiket pedig halkítsák le. Verseny van. Egyelőre vesztésre állunk. Sziget.
csinálod a szamarokat a YouTube-ra? Nem, és főleg a gyerekeim. Össze is fogja vágni, gyerekeim, nem, vágás. Igen, még túra alatt. Még túra alatt összevágom, persze. Nem úgy, mint a... Na, Bondira várunk. Milano Malpensa. Repülőtér. Keressük a transferbuszt. És aztán jól átvergődő időben a szállodához, hiszen Luigi vár. Ingyenes busz. Merci, jó lesz nektek? És itt nincsen felszállás az első ajtól, igaz? Budapest. Csávó eljött azért a szavé. Nem szavó. Real estate. Kemet Jánc. You know this? Na, így mondja, és fizet érte 20 eurót az 500 helyet. Vagy 50-et, mert ott lehet érteni. Nice lot. Ta-da! Megismertem az Iknuzával. Szerintem tartós barátságot fogunk kötni a következő hétre. Ezután te következel. Don't give up. On your dreams, keep slipping. Oh-oh! Jikessel, franciázom. Ez van. De helyes. Hát, én nem tervezek ilyen ugrabugrát. Van rajtad... bugyi. Nagyon tetszik ez a szoba. És nézzétek! Az olaszok is imádják Áfonya 2 gól csatornáját. Itt is az a szokás, hogy lefelé kell felkapcsolni. Nem olyan régen hallottam egy villanyszerelőtől, hogy azért van, hogy ne porosodjon a kapcsolónak a teteje. Na. Van lábmosó, meg kakkantóhely. De jól néz ki. És megy ez a hülye klíma, amit nem lehet leállítani. Vegyél már föl valamit. Szevasztok, mocisok. Én már betömtem. Onnan volt a reggeli. Nagyon finom szendvicset kaptam. Nincsen meg, hogy előre vagy hátra. De hanyadik sor is, akkor megmondom. Hanyadik sor. 24, úgyhogy hátul. Odafönn már nem fért el a táskám.
Kikes meg volt olyan kedves, és átengedte az ablak melletti helyet. Átmentünk a zebrán. Igen. Gyere még, gyere. Együtt aludtunk, vagy együtt nem aludtunk. Így jött le még kettő moci. És... még az a három, és a tulajdonosok szintén levegy kalába. Az az igazság, hogy nem nagyon vannak útra képes állapotban. Ellenben az én felszerelésem 100%-os. Már nem nagyon halogatom az indulást. We'll be right back.
Szia! Hát te mit nézel? Úgy értem azután, hogyha ennek a videónak vége. Na figyelj, maradjon köztünk. Most én tudom neked ezt ajánlani. Vagy itt van ez, hogyha még nem láttad. De ennek egészen biztosan örülni fogsz. És hogy a következő feltöltéseimről nem maradj le, itt fel is iratkozhatsz a csatornámra.